Nagy a forgalom a belváros új útszakaszán, a négysávosítás eredményeképpen az addigi szűk útkeresztmetszetet bővítették. A beruházásnak a városvezetés mellett elsősorban az autósok örülnek, hiszen így gyorsabban juthatnak el úti céljukhoz. Mi a véleménye az új útszakaszról? Nagyon ragyogó, kitűnő, jó rajta közlekedni, tehát gyorsítja a forgalmat. Én nagyon meg vagyok vele elégedve. Én nagyon jónak találom, mert szerintem, hogy nagyon nagy a forgalom. Én nagyon sokat járok erre, mert édesanyám itt lakik, és nekünk ez nagyon jó, mert itt mindig olyan nehéz volt kimenni, meg egyáltalán ott a tovább menni, ott a Dózsa György utca felé is. Szerintem nagyon jó, hogy megcsinálták. És én azt gondolom, mert a férjemmel beszélgettünk róla, hogy jó-e, nem jó, és pont a férjem mondta azt, hogy azért jó, mert ők már egy picit előre néznek, lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy mire volt ez jó, meg nem tudom, de azt beszéltük pont, hogy nagyon jó, hogy megcsinálták, mert azért ez a jövőre nézve viszont nagyon jó lesz. Az útszakasz keddi hivatalos átadásán elhangzott, a beruházás évtizedes hiányt pótol, hiszen az eddigi kétszer egysávos út nagyon nagy forgalmat bonyolított. Egy nagyobb torlódás esetén pedig a belváros felől sokszor a bevásárlóközpontig ért a kocsisor. Nagyon forgalmas rész, és hát itt a közlekedésbiztonság sem volt rendben, meg a közlekedés folyamatossága sem. Ez tovább növeli, hogy a Continental Arena felújítása után sok ezres, több ezres programok vannak hetente, és hát jövő ilyenkorra pedig a jégcsarnok is elkészül, ami még nagyobb forgalmat produkál, úgyhogy nagyon fontos volt, azt gondolom, évtizedes elmaradás, örülök, hogy ezt sikerült teljesíteni. A körzet önkormányzati képviselője szerint nagyon sok nyíregyházinak, valamint a Szegfő utca környékén élőknek is nagy könnyebbséget jelent ez a beruházás. Hozzám fogadó órákon számtalanszor jöttek az itt lévő problémával, hisz emlékszünk, amikor itt térdig álltunk a vízbe, emlékszünk arra, amikor az leszükült egysávos szakaszon, hogy mondjam, nagyon komoly közlekedési dugók alakultak ki, tehát mintegy lelassítva a városnak a közlekedési vérkeringését. Az útfejlesztés egy nagyobb, mint egy 950 millió forintos közlekedésfejlesztési program része. A 100%-ban visszanemtérítendő támogatásból finanszírozott projekt első, Szegfő utcára jutó részére 330 millió forintot fordított a nyíregyházi önkormányzat. A beruházás során elvégezték a Szegfő utca négysávosítását, a Hunyadi és az István utca között, valamint az aszfaltburkolat felújítását az István és a László utcák között. Gyalog és kerékpárút épült ki, és egy új lámpás csomópontot telepítettek a Géza utcánál. A következő rész az jelenti a Törzs utca, Szemmelweis Szalag utca felújítását, valamint a Bottyán utca város másik pontján és a Lujza utca felújítását. De hát igazán ez egy közlekedésfejlesztési csomagunk, van több is. Ettől én azt remélem, azt várom, hogy a következő 3 évben ezek a közlekedésfejlesztési csomópontok, 19-et határoztunk meg, nagyobb részben elkészülnek. Az útfejlesztések várhatóan jövő nyárra valósulnak meg.